Sziasztok! A mai videóban, mint ahogy látjátok, egyetlen egy földblokkon vagyok, és az a célom, hogy innen indulva kiátszam a játékot. Írja is nekem, hogy törjem ki ezt a blokkot, és mint ahogy látjátok, folyamatosan kapom belőle a jobb jobb cuccokat. Amit még észrevettetek, az a jobb felső sarok, ugyanis ott írja, hogy mikor jön a következő upgrade, avagy ennek a blokknak a fejlesztése. Oké, okay, már is kaptam egy vizes vödröt, és most az a feladat, hogy ez alá tegyek egy blokkot, amit most már könnyedén meg is tudunk csinálni. Nice! Az első Challenge-ünk kész. Kíváncsi vagyok, hogy mi fog történni akkor, hogyha elérem a 30 kiütött blokkot. Ó! Oh. És még mobok is vannak, ajaj, neki is kéne egy kis hely, mert nem feltétlenül szeretném, hogyha ő innen leesne. Úgy látom, hogy saját magától is le fog sétálni, tehát ez, ez nem akadályozza meg. Jó, kaptam valami szigetet. Azt a Spoon Island. Oké, okay, szóval elvileg, hogyha ezzel jobb klikkelek, akkor lerak nekem egy szigetet oda, és igen, egy deep Komolyan? Hát ezzel nem lettem előrébb, na nem baj most jön a 30. blokk mindjárt, és upgrade elődött ez a kedves kis blokkocska, és a következő az pedig 250-nél lesz. Van egy ilyen barink is, meg tényleg rengeteg blokkunk van. 50. blokk is kaptam egy méhecskét is. Oké. Okay. Amit én most csinálok, az az, hogy egy picikét kiebb nyitom itt a területet. Gyorsan egy crafting table-t, meg szerintem egy ládát. És srácok, hogyha tetszik nektek ez a koncepció, akkor mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, like és ne felejtsetek el feliratkozni további hasonló tartalmakért. Mellesleg, hogyha nincsenek tőlem termékeid, akkor mindenféleképpen szerezve be egy-két cuccot, mert tényleg nagyon király minták vannak a shopban, ott van a link a leírásban. Kaptam fűblokkot, ami amúgy nagyon-nagyon menő, Úgyhogy én azt mondom, hogy ezt itt ki is cserélem, hogy tudjon terjedni a fű. Lett egy kutyám... Ez komoly. Szóval igen, lett egy kutya, aki mérges és megette a barit. Köszönjük szépen. És lassan elérünk a 100 kiütött blokkhoz. És kaptam egy szigetet. Ó, meg növényeket is. Na jó, most te miért vagy ilyen mérges, azt elárulod? Nyomjuk meg a jobb klikket és nézzük, hogy milyen szigetet kapunk. Wow! ez egy... Jaj, úristen, majdnem leugrottam. Szóval ez egy fokkal érdekesebbnek tűnik egyébként, mint a Deep Darkos, legalábbis jelenleg. És én azt mondom, hogy lehet, hogy oda el is megyek, már rögtön. De csak azért, mert rengeteg fa van itt, rengeteg kaja, és elég megérősnek tűnik a helyszín. A lényeg az, hogy fából nem igazán lesz hiány. Ennek azért lehet örülni szerintem. Á, ah, meg azért van lehetőség kaján is, úgyhogy ez már mindenféleképpen egy jó kezdés. Jó, itt van egy komplett veteményes, szerintem minden elhozok konkrétan mindent, aztán majd valahol ott a szigetem közelébe újraépítem a dolgokat. Én azért bízom abban, hogy egyébként ez a blokk nem fog tartogatni ilyen mobokat, mármint hogy <laughs> rossz mobokra gondoltam. Most kimondtam, hogy mobokat, és megjelent egy falusi, aki amúgy tök használhatatlan, szóval nem is értem, hogy minek van itt. Jó, el is érkeztünk a kettő századik blokkhoz, és lehívok egy újabb szigetet. Nézzük, hogy most mit fogunk kapni. Ó! Ott valami világít, ha jól látom egy lámpás, és ott végre lennének kövek is. Úgyhogy szerintem azért arra fele érdemes lenne elnézegetni. Mert ott már mobok is vannak, meg mindenféle. Illetve ezt a részt itt lezárom, mert látom a kedves zombi az már megérkezett. Én pedig kőhiányában egyébként nem tudok egy kebencét csinálni, meg úgy nagyjából semmit. Ja, meg hát persze ágyat se, tehát arról se feledkezzünk meg. Csinálok egy alapcsákányt, és én azt mondom, hogy elkezdek arra fele menni, ugyanis ott már tényleg van kő, és akkor legalább csörkol tudnék csinálni, Abban meg fákját, és akkor így nem spawnolnának a mobok. Elég szomorú mondjuk, hogy andezittel van begyítve ez a cucc, így még ezt is válogatni kell. Oké, okay, egy öt csörkol szerintem bőven elég egyelőre, és lő fény. Oké, okay, újabb fejlődés. A következő az pedig 500 blokknál lesz. Au, oh, skeleton, mi a fene? Na ezt szerettem volna elkerülni, hogy ilyenek jöjjenek, de hát akkor ezek szerint fognak. Na mindegy, ezzel le majd teszünk valamit, és kaptunk egy újabb szigetet. Mert a jobb klik, és... Bám, ott egy ház van, egész konkrétan. Akkor szerintem oda érdemes lenne le... Micsoda? Mi ez a pók? Ne ülj meg, ne ülj meg, ne ülj meg! Jó, hú, ez para volt, egy HP. És viszont van itt kólór, meg egész sok minden, úgyhogy szerintem csak még egy ládát. És lehetséges az, hogy abba a házba át kéne költözni, és ezt a területet pedig tisztán meghagyni itt. Hm, ez egy egész érdekes és izgalmas háznak tűnik. Ezek a csapóajtók nem tudom minek vannak itt, de szerintem csak valami díszítés. És ott fönt van valami padlástér. És esetleg ez alatt lehet valami? Nem, nem úgy tűnik, tehát ez csak egy sima ház. Ami amúgy nem rossz, mert legalább be tudunk költözni valahova. Igen, ez egy full egyszerű és sima ház. Mondjuk azért az izgatja a fantáziámat, hogy mi lehet ott fent, úgyhogy gyorsan meg is nézem. Ó, ho, 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 hát itt egy láda. Ezek a csapajtok meg nem tudom, hogy miért vannak itt felnyitva, de zavartak, úgyhogy lenyomtam. És micsoda! Jó! Úristen, mennyi cucc. Ó, oh, zombi annak nem örülök. Curse of Vanishing, Curse of Binding, jajaj, és van egy totem is az Ender is nagyon jók, ezek pedig annyira nem. Tehát őszinte leszek ezekkel, szerintem nem nagyon fogok tudni mit kezdeni. Oké, okay, minden cucc itt van, elég kevés a föld, de majd most megpróbálunk szedni egy picit. Aha, csak úgy látom, hogy ez ugye mivel fejlődött, ezért most már a bánya részen van, mert elkezdett a vasat is adni, meg elég sok ilyen bányászós cuccot. És 400. blokk jöhet is az újabb sziget. Hát így már nincsen nagyon helye, úgyhogy én azt mondom, hogy megpróbálom Sréhen benyomni. Nézzük meg, hogy így is jó-e. És igen, és ott is van egy ház, vagy valami hasonló. Úgyhogy az lesz a feladat most, hogy onnan átmegyek a házba, onnan pedig a Deep Darkosba. De persze előtte azért ezeket elviszem. Lepakolom a cuccokat, no meg lehet, hogy egy picit elkezdem itt az útvonalnak a kialakítását. Oké, és amit kitaláltam az az, hogy igazából fél lapokkal fogom megoldani a továbbiakban az átépítéseket. És ennek nagyon egyszerű oka van, nem szeretnék mobokat. Oké, ez a rész megvan, úgyhogy igazából akkor most ha mehetünk is az új ház fele. És itt látok egy harangot. Minek? Mindegy, nem tudom. Viszont ami van, az vul, Ó, oh, de jó, végre lesz egy ágy. Ó, oh, bár egyébként ott is lett volna, na mindegy. Meg itt is van, tehát igazából nem is kell kraftolni, ez nagyon jó. Hát nem tudom, hogy van-e értelme amúgy ezeket elhozni, én megteszem. Meg egyébként a vúlok oda is jók lesznek. Úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg el kell hozni mindent. Ajtóm is lesz. Ú, uh, és már is megy le a nap, úgyhogy uh, jó lenne egy kicsit... Gyorsabban visszaérni. úgyhogy még ezt a fát kivágom, aztán gyorsan visszamegyek aludni, utána pedig tényleg jöhet a deep dark. Amúgy mennyivel jobb így, hogy nem nekem kell egyébként megépíteni a házat, meg semmi ilyesmi, hanem már itt van egy kész. Ó, mondjuk a blogba, oké, okay, blogba nem teleportáltam bele, meg nem bálgoltam bele, úgyhogy ennek örülök. Amúgy csak egy mert mondjuk mérne, és ami lúton van, azt szépen már le is rakom. Hát <laughs> nem mondanám, hogy a zajtó ez teljes mértékben ide passzol, de most ez lesz. Még gyorsít befejezzük az utat, és akkor nyíl egyenesen mehetünk is a Deep Darkhoz. Hát, hogyha spawnolni fog itt a Warden, akkor ö, hatalmas a baj. <laughs> De akkor úgy tényleg. Igazából fogalmam sincs, hogy ez a sziget ez így mire jó, vagy itt egyáltalán van-e bármi. Aha, úgy látom, hogy ilyen cucc van, azt már is kiütöm. Hello, ö, nincs szükségem Wardenre. Ezen kívül pedig nem látok semmit, ami miatt ez hasznos. Hát ez elég szomorú. Maradjunk annyiban. Tényleg még egy láda sincs itt, semmi. Hát akkor ütögessük tovább a mi kis blokkunkat. Oké, okay. újabb sziget, és fejlődött a blokkunk. Elég küzdelmes ennyi mobbal itt vergődni össze vissza, de <laughs> próbálom kezelni a helyzetet. Nézzük az újabb szigetet, ami pedig úr de menő. Tele van ércekkel, meg ott egy mindschaft is, ahogy látom. Ezek a mobokkal valamit kell kezdeni, tehát ez pedig az lesz valószínű, hogy lemészárlom az összeset, mert most már nagyon-nagyon durván az idegeimre mennek. És a falusi lerögte a másik falusit. Köszi szépen! Clayből lehet emeraldot, az mondjuk jó. Jó, hát oké, okay, egy clay van, szóval annyira mégse. Ezebből ebből farmot nem fogok csinálni, kajám az van, cuccok belőlük nem kellenek. Úgyhogy teljesen fölösleges farmokkal foglalkozni. A falusét azt megtartom, ő még lehet, hogy jó lesz valamire. Na de az a sziget srácok, ami ott van, te jó ég és komolyan lehullott egy fél stack krumpli. Jó, van még fűblokk, úgyhogy azt is lerakosgatom ide. Kicsit szedje össze magát ez a hely. Ez megvan, és akkor itt fél úton valahol lehetne csinálni erre fele a járatot. Nagyon-nagyon sok lap is látok. Meg ugye van azért gyémánt is, viszont én örülnék ö, mondjuk némi vasnak. Fa is van, tök jó, meg minden. Emerald is, de itt láttam valahol amúgy egy mineshaftot, ami lehet, hogy egy picit feljebb van. Ó, igen, itt van. Ú, de menő, mennyi ez, van itt, te jó ég. És megint este nem már. És csak most értem ide. Viszont itt nincs vas, ami abból a szempontból baj, hogy ugye ezeket nem fogom tudni kiszedni így. Úgyhogy sürgősen akkor kell szereznem még egyetlen egy darab vasat. Mert ugye azt hiszem van kettő, ami kiégetésre vár, és akkor még kéne egy a vascsákányhoz. Igen, itt van kettő, hogy azt már is valami felkiégetem, mondjuk szénnel. Hát bár mondjuk a szén az kicsit pazarlás, úgyhogy szerintem nem azzal kéne. Meg egyébként ezt is ki kéne ütni, mert ez ilyen formában nem teljesen jó, igen. Fél lapok, tökéletes. Jó, kövi feladatunk megint az, hogy nekiessek a blokknak, és eljussunk mondjuk 600-ig. Nice! Itt is a 600, egy újabb szigettel, amit mondjuk megpróbálok oda Oké, okay. óóó! Oh, ez is elég menőn néz ki, egy ilyen witch van ott. Ja, meg megint kaptunk mobokat, igen, köszönjük szépen. Kaja az most már tényleg nem fog kelleni. Az a baj, hogy nem igazán jött vas, de hogy úgy abszolútli nem jött semmi vas, és hát egy kéne még, úgyhogy szerintem, oh, úristen, és pont most jött ki, let's go! Pedig akartam mondani, hogy szerintem akkor gyapálom tovább a blokkot, de így szerencsére nem kell. És akkor így jöhet is a csákány. Ami pedig azt jelenti, hogy végre át tudom menni akkor, illetve vissza a gyémántos, lapisos mindenféle szigetre. Aztán amúgy majd innen fogom megépíteni az utat, mert a házamtól nem igazán akarok utakat indítani. Oké, okay, jöhet is az összes létező gyémánt, ami itt van. Hát mondjuk annyira sok nincs, <laughs> mint ahogy látom, szóval inkább az emerádok, lapisok vannak előnyben. Bár ott még van egy egyen lejjebbi szint is, úgyhogy azt is érdemes lenne szerintem megnézni. Ó, igen. De egy lapisból azért nem szedek olyan sokat. Inkább tényleg a gyémántra, meg emerádra próbálok fókuszálni. És ott van egy vándorfalusi pont a deep darkos részen, tehát ez, ez, tökéletes. Jó, oké, szerintem meg vagyunk most már tényleg, hogyha egy picit meg leszünk szorulva, akkor lehet, hogy átnézek még ide, hát hogyha elhagytam egy-kettőt a falba, vagy valami, de egy émádból amúgy bőven elég ennyi a kiátszáshoz, mert hát ugye kell egy csákány max, meg egy kart, szóval annál több nem igazán. Oké, akkor ezeket szépen lerakom, szedek magamhoz félblokkokat, és akkor átmegyünk oda a vicces részhez. No, nézzük, hogy itt vajon mi lehet. Mondjuk esetleg egy witch. Nem, nincs itt a witch, viszont van egy láda, wow! Regeneráció, sima water battle, poison. Köszi, hát azt kihagyom. Meg szerintem a spider is. De amúgy elviszem az egész ládát. Az végül is jól jöhet. Illetve ez a cauldron is. Szerintem elég jó. Hát ezeken kívül max cukornádak. És így köbben ennyi. Mert itt tényleg más olyan extrém hasznos dolgot nem látok. Na, meg lesz a ládának a párja is. Megvárom az éjszakát, alszok egyet, és akkor mehet tovább a blokkpüfölés. De még mielőtt ezt megtesszük, addig egy picit, amúgy ezt a szigetet lehet, hogy kiebbővítem, mert itt öt blok van. öt. Csak, hogy azért egy picit legyen már szimmetrikus a dolog. Így is elég undorítóan néz ki, de attól tekintsünk el. Hát akkor álljunk neki ismét a blokknak nem tudom, hogy amúgy ezt mivel lehet gyorsabban kiütni, de csákányal és kézzel is ugyanannyi idő, egész pontosan, úgyhogy szerintem marad a kéz. És itt is a 700, Ó, a láva. Ez nagyon király. Én akkor azt mondom, hogy oda megpróbáljuk beszpónolni ezt a mostani szigetet. Jó, ez is ilyen hasonló mineshaftosnak tűnik, mint az. Csak ott már van benne arany. Meggyémánt meg ilyen egyebek, szóval igen, van minden. És let's go! Itt a következő upgrade. Ennyi mindenünk van jelenleg. Nos hát srácok, ez az első rész ennyi lett volna. Hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen jelezzétek egy lájkal, like és ne felejtsetek el feliratkozni. És hát hamarosan jövök nektek a következő résszel. Adok is lejetek jók, sziasztok!